the games begin. Hát igazából nekem most azonnal végem van. Nekem most azonnal végem van. Mi van? Ezt nem értem. Jó. Nem vették észre, van itt egy plusz pad. Szevasztok, PM2000 vagyok, és ez a következő gépű videóm lesz a Team Fortress 2-vel. Ez pedig a Prop Hunt, és ez a Version 2, az a kettes verziója. Mivel az első videóm szintén Prop Hunt volt, ezért úgy gondoltam, lennék igazából egy ilyen kettes verziója is, mivel az első videó nem volt elég egyértelmű. Elég sok hibám volt benne, kezdve mondjuk a gyenge mikrofontól, egészen mondjuk a rossz videóminőség, úgyhogy eléggé nem volt valami fényes. És úgy gondoltam, hogy akkor felveszem újra ezt a módot, amit igazából eléggé sokan szoktak játszani. Úgy gondoltam, hogy ezt akkor újra veszem, és már sokkal jobb a hangminősége, sokkal jobb a képminőség, és akkor már sokkal értelmesebb lesz a maga videónak az összeállítása is. Az előző videómnak, azaz az első videónak a Prop Hunt-tal kapcsolatban annyi volt az előnye, hogy nem kellett megvágjam, mert igazából vágatlanul felvágtam oda az egészet a YouTube-ra. Esetleg csak annyit tettem, hogy az intromat oda bevágtam, és kész. Nem volt igazából semmi változás a videónak az összeállításában, ami elég nagy baj volt, mivel igazából 21 perc volt, és legtöbb rész pedig eléggé unalmas volt igazából. Én is így belenéztem, akkor gondoltam, úristen, ha valaki ezek mondjuk megnézi, akkor észrevi felét át fogja tekergetni, hogy kapjon valami érdekességet, vagy kilép a francba, mert ugyebár ez nem volt valami érdekes. Én most, ahogy mondtam, felveszem újra ezt a módot, a játék közben mondom el szintén a tudnivalókat, mert próbálom azért az első videómnak a sablonját, a sémáját utánozni, hogy kicsit hasonlítson a két videó, de viszont érződjön az, hogy kicsit jobban tudom ezt összeállítani, mint a másikat. Úgyhogy ameddig el nem kezdődik a gameplay videóm, addig is szevasztok. Na, szevasztok. Most már felmentem erre a szerverre. És miért vagytok ti sniperek? Ova, megértesnek mondjuk, hogy Soldierre van valaki, és akkor robbanási sugárra, ami tud valami, de akkor tudnak vagy például sniperrel. Na mindegy, igazából elmondom röviden a felkülönszörös idő alatt miről szól. Most jelenleg mi vagyunk a hunyók. A kék csapat. Mi kell megtaláljuk a pirosakat, akik valamilyen tárgynak vannak álcázva. Ezek a tárgyak pedig igazából akármik lehetnek. A legnagyobb fától, egy épületet is láttam. Lehetsz akár még egy, mondta a legnagyobb épülettől egy legkisebb, mondjuk kavicsig. És valamiért nem, oda pörkölő nekem nem megy, de nem. Ja igen, és hogyha elhibázzuk a lövésünket, ezt nem biztosan fog megnyomni, ha elhibázzuk a lövésünket, akkor automatikusan meghalunk. Na, közben azt a gyereket elkapták. És közben keresgéljek, de sok esélyem azért nincsen, hogy meg is találjam az emberkéket, mert nem bármik lehetnek, úgyhogy na, itten talán nincsenek is. Jó. Na, ezeket a köveket már láttam, úgyhogy nem tudom, talán pálmafa, hogy nem. Pálmafa, hogy nem lehet tényleg, mert valahol vannak errefele is valakik. Na, ott épp ott mentem most egy ilyen, nem tudom, ilyen izé. Na, mi volt? Hordó. Se elszökött most. Egyébként a párunknak van egy pár power-upja, és az az például, hogyha ilyen szöksz és közben lősz, akkor fel tudsz repülni nagy magasságokba. Ezt kicsit demonstrálom, és például a francba.
ugye becsapós itt, mert minden úgy van, hogy nem, egyszerűen nem lehet néha eldönteni, hogy hallám ki kicsoda. Most már töltsen fel kicsit a HP-mat, mert a control point azonnal feltölti. Nem a lámpákhoz senki se bújt eddig. Na, ez nem tűnik valami, nem ígérkezik valami hamar dolognak. Én kaptam-e vagy? Nem, nem, mert igazából hallatszódna, hogyha eltaláltam volna. De olyan közel volt egyébként, arrafele azt hiszem elmentem, ládákat megnéztem, de mondta például, hogy láda. Na, próbált legalább megért, de... Látszik, körváltás van, nem tudtam megmutatni milyen az, hogyha prop vagy, de következőkor megmutatom. Na, most már én lettem a bújó. Láttasátok, valamilyen... nem tudom, ami asztal vagyok. Amit igazából nem tudom, hogy tudni... azt mondja, megkaptam, ahova tudjon elbújni, de én nem tudom, ha tudnék elbújni, mert... azért elég veszélyes helyek vannak. És kéne valami olyan helyre kerüljek, ahol igazából beleillik a tájba. Mert akkor is ilyen kényszerbújást fogok vállalni, hogy úristen, hogy még valamit elroncsak, és akkor... Ezt szerintem hamar elrontottam egyébként, mert... szépen így lelokkoltam. De szerintem én leszek az első, aki meg fog itt halni, mert... gyorsan hittem talán bi megy, gyorsan bi. Ó, mint egész jó. Na, jó, gyorsan, valami olyan helyre, ahol nem annyira feltűnő, de... nem lesz itt jó, itt se jó. Megvan. Azt hiszem, itt egész jó el leszek, mert... meg is ölték az elsőt. Vagyunk még négyen. Én szinte nem biztos fogják gondolni, hogy én itt vagyok. Hallom itt valahogy egy pályáról éppen süt valakit, de... na, én észre csak innen tudok leskelődni valamennyit, mert nem tudhatom, hogy mely pillanatban éppen se, csak hogy ilyen csikábús akkor azonnal feléget. Viszont most az egyik pályáról azt nem túl sokat lőtte egy scoutot, és akkor meghalt, úgyhogy... ez az a scoutiség. És meghalt. Na igazából csak tovább véget, mert a pályáról hamarabb kimúlt. Viszont így hárman vagyunk, és szerintem senki se gondolja, hogy pont itt vagyok, mert fent az emelet is elég magas ahhoz képest, úgyhogy, és elég terjedelmes, úgyhogy nem is vagyok annyira kis pályám. Igen, megjött az első pályáról, aki erre felevete került. És el is ment. Elment. Sehol senki megint, és... hát szerintem ez a legjobb bújóból, szerintem, de... ó... oh. És elmegy. Megint elmegy, de hogy... olyan helyet kaptam, hogy egyszerűen be sem néznek ide, hogy azt mondják, hogy... ó, oh, de ugyan miért menjek, hiszen itt nincs senki se semmi, úgyhogy... szerintem egész jó helyre kerültem így, most már egy összességébe véve. Egész jó helyre kerültem. És megint elment mellettem egy pyro. Öten vannak, és lövik a semmit. És igazából engemet nem is... na, ilyen egyet lelőttek még. Azt hittem, hogy közben csak úgy semmit lövik, de... már csak ketten vagyunk, és
még egy pályáról be se jött ide, hogy megnézze, hogy mi van itten, úgyhogy azt kell mondjam, hogy na, egész jó nekem. És arra leszek kíváncsi, hogy vajon meddig fogom még túlélni, lehet én leszek az utolsó, vagy... Ez nem lehet tudni, mert láttam valakit még ott lent a... hogy hívjákban... a liftnél ottam, úgyhogy... egy ládát, úgyhogy lehet, hogy az is éppensége... ott úgy van bújva. És ott van megint egy ilyen soldier, aki nem tudom miért soldier, mert... azzal mondom, a pályáról van a továbbvégés, és esetleg mondjuk engineerre kéne menjen, hogy... építi adagolót, akkor tudja még segíteni a csapatnak a... teljesítményén. És én vagyok az utolsó. Jújjú. Opa. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. De olyan közel voltam egyébként. De legalábbis kell lelőnöm az egyik scout, az egyik nem scoutot, na, Pyro-t. Úgyhogy most mi következünk hunyóként. Többiek bújnak, de látszásátok egy nagy a pálya, úgyhogy itt se garantálhatom, hogy pontosan el fogom tudni találni, hogy hova bújt az illető. Na, és fessek fel valamit, ha már annyira. Hoppá, ezt nem kellett volna, mert akkor megint parancsol valameddig, ha engedik. Igen, jó hallottam, valakit itten megégettek. De itten elég sokan vannak által. És megvan az első. Akit én nyírtam ki. És ez nem gyulladt ki. És nem tudom, aztán nem tudom, igazából minden gyanús itten, ami egyszer van, mert... nem tudom, melyik az, amelyik hirtelen csak úgy beálltad, de miért ne? Csak ezzel kell egy kicsit tartalékos, hogy nem csak azért, mert mondjuk fogy az ammom, hanem mert a... nem, ő is senki. Nem, egy kis HP. Még egy kicsi HP. És a többi is el van bújva, de viszont nem lehet tudni, hogy... ezek mit csinál? Tessék, legalább égjenek egy kicsit. Na. De biztos nem bújt, de lehet, hogy igen. Habár azt nem láttam már ezeket a proppokat itten. De tudod, és azt nem ez van. Na, de a snipernek kapott egy kicsi, nem tudom, levadásza van, vagy felcsigázója. És akkor újra itt vagyok. Na, akkor ne gyűjtöttek erre felé. Itt van, né? Meg is van, látom, hogy a mi spawnunkhoz bújt. Hát tényleg a mi hely, az én helyem is például itt, hogy nem bújt el véletlenül ide valaki. Nem tudom, egy része itt volt. Ó, szóval még itt is van, akkor persze nem találom meg senkit soha. Hát. Való, itt elkezdett lőni. Csak az merre van? Hoppa, ott fenn egy láda. Lelőtték. Lehet, hogy a gyerek épp, hogy csak észrevette, hogy hoppá, van egy scatterganom, és akkor gyorsan lőjek le valakit, akit egyszer hirtelen eltalálok. Minden sok értelme lett volna, de na. Most pedig egy pad vagyok. Na, a paddal talán még egyszerűbb is elbújnom, mint a másikokkal. Na, még egyet megyek ebben, még egyet bujok, és akkor... még egyet hunyok, és valannyi, mert... a videómnak akkor lassan véget ér, mert ennek mindennek is van egy kis vége hossza. Akkor megpróbálok mondjuk itt is megint asszimilálódni, ha már... elég érdekes lesz, mert... mondjuk nem nagyon láttam padot itt a környéken. Hát igazából nekem most azonnal végem van, nekem most azonnal végem van. Mi van?
Ezt nem értem. Jó. Nem vették észre, van itt egy pluszpad. Jó, akkor egy kicsit nézelődjünk, hogy a pályárok, hogy próbálkoznak itt, de egyre többen vannak, egyre többen. Senki se kapmány, senki se veszi ezt, ez a pad, nem az a pad. Vajon meddig élem túl? Meddig nem fog engem megtalálni senki se? Mert mikor lesz vége ennek a kínszenvedésnek? 3 perc múlva, amúgy 4. És már elég hamar befejeződött egy pár embernek a pályafutása. Nem tudom, aztán inkább eléggé... Na nem már. Egy olyan kőp... Ja, azt hittem, olyan kőp... Olyan kő... textúra valaki. Na, avval elbújni, talán még egyszerűbb lenne, mert hirtelen be tudna tűnni, de... Na. Azt hittem, hogy abban a pillanatban, hogy meglátnak, hogy itt van egy padakom, mi ez a pad, kicsit meggyújtogassuk, ha nézem, sehol semmi, senkit. Az úgyhogy hozzám se lőnek, hozzám se szagolnak. Na, Pyro, te véget vett a szenvedés ennek? Véget vett a szenvedés ennek. Ez gyorsan meg... gyorsan összejött. Hát, igazából nem is vártam annyira nagyot. Az első pillanatban azt hittem, hogy halott leszek, de úgy tűnik, hogy... hogy mégis túléltem. Na, nyertek. Na jó. Akkor megint egyet hunyunk. És most megyek Engineer-rel, építsünk egy kis Sentry-t. Sentry-t, na, hülyeséget mondtam. Egy kis dispenzert, hogy azért ne halljon meg a csapat. Olyan hamar. Jó van, na most tényleg lesetlen a tantusz. Heavy-vel miért van valaki? Jó, láttam, ez előző körökben is Heavy-vel volt ez a csávó, de... Miért van Heavy-vel? Na, amit tehetek, akkor először is elmegyek én kicsit egy előrefele, és gyorsan beépítek én ide egy dispenzert, mert láttam, elég sokan vannak, és nem mindig van... Nite. Nite, tehát észre lehet, azt hittem, hogy... De ekkora... De azt nem értem, hogy a csávó miért nem bújtam mondjuk ide valóva mellé, valami mellé, de mert így... Na, a múltkor például ilyen kavics voltam. Most se értem, a padotok miért pont a pad mögé lép ment? Miért nem mondjuk ide valahova máshova? Pedig belőttem egy párat, na mindegy. Én szépen az emberkéket így felgyógyítom. Hallán közben fejeztük fel kettes szintre, mert mondanám, az embereknek kicsit így elég sokat segít ez. Jó. De is megyek kicsit így vadászni. És mindig nem értem, miért van valaki heavyvel. Mindig van, aztán nem használhat. A csávó valamerre erre van bújva, de egyszerűen nem hall. Te hallani hallom, de nem látom, hogy körülbelül merre, de... Észre tök mindegy, mert... Jó. És itt eltörtük. Na mondom, itt eléggé felgyújítsa az emberkéket, mert HP-juk eléggé lefele van. Ja igen, ez szénával van. Na, egy kicsit megsoroztam, de nem volt valami túl sok értelme ennek, mert... Na. Na, csak egy van, sajnál pedig van fegyverre most már. Ja, utólag így rájöttem, hogy az emberkék kapnak ilyen fegyverkéket. Emberkék, fegyverkék, jó van. Jó. Az utolsó emberkében nagyon el van bújva. Nem, azt hiszem valahogy megint meggyújtott, de... Hát itt tévedtem.
Most mondjuk ide rakom a sentrimet, nem sentrimet, na a dispenseremet, hogy hallám. Hát ha még képes, hogy leszökik onnan trós, akkor... Meg is kapták. Jó. Úgy látom még igazából 3 percnyi idő van, az még egy bújásnyi, úgyhogy... Igen, te maradnék egy bújásnyi időm, s annyi. Nem kaptam valami tárgyat, vagy mit kaptam. Jó. Nos, a lisztes zsák vagyok. Na, kicsit némítsuk meg őket. Páron megint feljöttek, akik éppenséggel nem kéne annyira beszédeskedjenek. Jó. Szerintem az első pillanatban annyi lesz nekem. Őszintén lisztes zsákkal. Ide mondjuk, ide így né. És akkor most várjam a végzetemet. Valahol megint van egy sniper, de viszont annak van egy zsárati, hogy mondják, na pisie. Igen, zsárati, angolul. Nos, abban esetben, hogy fel tudja fedni azt, hogyha valahol azt hiszem, hogy játékilag úgy kb. 2 méteres közelben van-e valaki, aki, hogy hívják, bújó. És sehol senki eddig. Nem lehet tudni éppen se, mikor toppan be valaki, mert egyszerűen kiszámíthatatlanok ezek az emberkék. Egyszer itt vannak, és akkor hirtelen meggondolja magát, megnézi, mondjuk ez a zsák milyen érdekesen néz ki, vajon nem én vagyok az, és pont én vagyok az, de hogy... Várjunk. Hogy van itt ennyi shotgun jel? Mint ha belülöttek volna, olyan, mint hogyha megnézték volna már, hogy van itt valaki, de... Na. Egy kicsit túl sokat filozófáltam. És mind a két pályáról majdnem ugyanolyan, csak a fegyverük más. XD. Másik benn van a... fagyasztóba. És igazából ennyi volna ez a videó, mert találtunk pár emberkét, nem mutattam, hogy milyen, de ahogy ígértem, akkor ennyi lesz a videóból, mert amúgy sem akart nagyon elhúzni. Köszönöm, hogy a videómat megnéztétek. Ha megnéztétek, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni, ha már megtettétek, akkor pedig azt is köszönöm szépen. PM2000 voltam, szevasztok!